Sziasztok! Ezúttal egy olyan kérdéskörrel fogunk foglalkozni, ami az én tanári praxisomban újra meg újra előkerül. Tudnélik, hogy mi a fügyfene az a lírai én? Én azt tapasztalom, hogy sokszor még érettségi előtt sem igazán világos, hogy mit takar ez a fogalom, és nagyon sokan gondoljátok azt, hogy hát ez csak ilyen hülyeség, ami a magyar tanároknak a mániája, de valójában nem jelent igazából semmit. Tehát ezúttal ebben a témában próbálok meg egy kicsit rendet rakni röviden. De mielőtt még belemennénk magának a lírai énnek a fogalmába, beszéljünk egy picit egy másik fogalmi zavarról, tudnélik a vers és a líra közötti különbségről. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor egyenlőségjelet teszünk, vagy tesznek a laikusok a kettő között, és valóban van is nagy átfedés a két fogalom között, de a kettő korán sem ugyanaz. Tehát nem minden versben írott mű tartozik a líra műnemébe, például az eposz vagy a verses regény, ugyan formáját tekintve verses formájú, de nem tartozik a líra műnemébe, és ugyanígy a lírai művek sem mindegyike íródik verses formában. Gondoljatok például a slam poetry-re, vagy a korábbi időkből a szabad versre, vagy a próza versre. Tehát a két fogalom nem teljesen ugyanaz, sőt, különböző természetű a két fogalom, ugyanis a vers az egy formai sajátosságot jelöl. Vers az, ami kötött formában van írva. A hétköznapi beszélő számára a vers az nagyjából azt jelenti, hogy viszonylag rövid, és általában rímel. De ennél azért kicsit bonyolultabb a versnek a fogalma, hiszen nem minden vers rímel, de minden verses formában írott szövegnek van valamiféle kötött ritmusa. Gondoljatok például az időmértékes verselésben írt szövegekre, amelyek nem, többnyire nem rímelnek, bár van verses időmértékes verselés is, de többnyire azért nem rímelnek, viszont kötött a ritmusok. Tehát a lényeg, hogy a vers az egy formai jellemző, míg a líra az egy tartalmi jellemző, a szövegeknek a tartalmi sajátosságait írja le. A líra műnemébe azokat a szövegeket soroljuk, amelyekben hangulatok, érzelmek kerülnek előtérbe. Nagyon fontos bennük a szerzőnek a személyisége, vagy a versekben beszélő líraénnek a személyisége. Tehát, hogy a líra műnemében azok a szövegek tartoznak, amik tulajdonképpen át vannak szűrve egy személyiségen. A lírai művek nagyon szubjektívak. Egy adott embernek a saját tapasztalatait foglalják össze. Ezeket hívjuk összefoglalóan lírai műveknek. És éppen ezért, hogyha egyéb műnembe tartozó szövegekben azt látod, hogy mondjuk a regényben van egy lírai betét, gondoljatok például az Anyeginre. Ugye az Anyegin az alapvetően egy regény, még akkor is a verses formában íródott. Ebből is látszik, hogy líra és vers nem ugyanaz. Tehát az Anyegin az alapvetően egy regény, tehát egy epikus mű, de vannak benne lírai betétek, lírai részek, amikor Anyegin a saját érzelmeiről beszél, a saját hangulatairól, a saját lelkének a változásairól beszél. Tehát magyarul röviden vers és líra nem ugyanaz. Vers az egy formai sajátosság, a líra pedig egy tartalmi sajátosság, vagy fogalom inkább, komplex fogalom, ami a tartalmat írja le. Na de kicsit forduljunk is rá most már arra, hogy tényleg mi a fityfene az a líraién. Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy a lírai én az a beszélő, akit te elképzelsz, magad elé képzelsz, miközben az adott szöveget olvasod. Ez így magánhasználatra teljesen rendben is van, hiszen az élvező olvasás, amikor csak úgy olvasol egy szöveget, azért még mindig vannak olyanok, szerintem talán még nem haltak ki teljesen, még a középiskolás korosztályban sem, akik csak úgy olvasnak verseket. Tehát amikor így az élvezetért olvasol, akkor teljesen megfelelő úgy tekinteni a lírai énre, mint egy elképzelt valakire, aki a szöveg mögött van. Ha neked ez maga a költő, maga az, amit az adott szerzőről tudsz, akkor az tök rendben van. De ugyanakkor a lírai én az egy tudományos szakkifejezés is, és irodalom órán, illetve főleg majd az irodalom érettségin, az irodalomtudományból fogsz vizsgázni, és az irodalomtudományt műveljük, azt tanuljuk. És ez bizony egy másféle befogadói hozzáállást kíván meg, mint az élvező olvasás, és a líraién az egy ugyanolyan szakkifejezés, mint mondjuk a matekban a hatványkitevő.
Ugye a matek tanárod se lesz attól boldog, ha a hatvány kitevőről annyit tudsz, hogy az egy cuki kis szám vagy betű, amit oda a jobb felső sarokban írunk. Jobb felső sarokba írunk. Tehát a lírai én is egy olyan szakkifejezés, amit nem elég használni a magyar tanár kedvéért, mert az a mániája, hogy úgy mond, hogy lírai én, hanem érteni is kell, hogy az micsoda. Tehát jó megszokni a gondolatot, hogy a lírai én az nem a magyar tanárnak a luxus hisztie, hanem az egy szakkifejezés. Mégpedig egy olyan fogalmat jelöl a lírai én, amit talán sokkal könnyebb, vagy talán egyszerűbb lesz, jobban érthető lesz, ha először úgy próbálom megmagyarázni, hogy mi az, ami nem a lírai én. Tehát nagyon sok közkeletű tévhit van azzal a kapcsolatban, hogy miről is beszélünk, amikor a lírai énről beszélünk. Na, ezeket a tévhiteket szeretném eloszlatni a következőkben röviden. Az egyik legnagyobb tévhit, hogy azt szeretnénk megtudni, hogy mire gondolt a költő. Ez nem igaz. Amikor verset elemzünk, akkor nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire gondolt a költő. Egyrészt ezt nem is tudhatjuk meg, már csak objektív okoknál fogva sem, hiszen többnyire az esetek nagy százalékában régóta halott emberek szövegeiről beszélünk, tehát nem tudjuk őket megkérdezni, hogy mire gondoltak, amikor az adott verset írták, de nem is akarjuk őket megkérdezni, mert nem az a lényeg, hogy ők mire gondoltak. Egy verselemzésnél az a lényeg, hogy mi mire gondolunk, hogy te a befogadó most a 21. századi Magyarországon mire gondolsz, amikor az adott szöveget olvasod, mit mond neked az adott szöveg. És ebből a szempontból egyébként maga a szerző, onnantól kezdve, hogy leírta az adott művét, ő az ő értelmezése, az ő szerzői szándéka is tulajdonképpen egy értelmezés a többi között. Azt nem mondom, hogy teljességgel ugyanolyan rangú, kvázi, mint mondjuk az én értelmezésem, nyilván egy másfajta rálátást ad, de hogyha arra lennénk kíváncsiak, vagy hogyha a költők azt akarnák, hogy az ő gondolataikat egy az egyben fogadja be az utókor, akkor nem verset írnának, hanem kiáltványokat írnának, meg cikkeket írnának, és vannak is költők egyébként, akik a verseik mellett mondjuk sajtóműfajokat is művelnek. Tehát a versben nem az a lényeg, hogy egy adott gondolatot mi onnan kihámozzunk, hiszen erre vannak egyszerűbb szövegváltozatok is. Hanem amikor a költő verset ír, akkor elsősorban hatást akar gyakorolni, akkor gondolatokat akar ébreszteni, legalábbis a jó költő az elsősorban gondolatokat akar ébreszteni, nem pedig a saját gondolatait rá tukmálni, vagy egy az egyben átadni az utókornak. Hiszen, mint mondtam, ennek vannak egyszerűbb változatai is. Erre szokták idézni például, ja, és arról nem is beszélve, hogy sokszor maguk a költők sem tudják már felidézni, hogy egészen pontosan milyen gondolatok kavarogtak a fejükben, mikor az adott művet megírták. Ugye fennmaradt aranyról az a történet többféle változatban, hogy gondolta a fene, hogy egy lapnak a szélére, oda, egy róla szóló cikknek a szélére, ahol azt boncolgatta a szerző, hogy a költő mire gondol, ő odaért, hogy gondolta a fene. Ez valószínűleg városi legenda, vagy legalábbis nem egészen biztos, hogy ez így volt. Az viszont fönnmaradt, hogy egy irodalom történész, vagy recenzens, aki a Toldihoz írt kommentárt, és beszélgetett aranyjal a Toldiról, és próbálta tulajdonképpen ellenőrizni a saját értelmezését a Toldival szemben. Azt mondta neki arany, ki is írtam ezt pontosan, én bizony nem emlékszem már, hogy gondoltam, mit gondoltam. Tehát már csak ezért sem érdemes arra törekedni, hogy a költő eredeti gondolatát feltérképezzük, mert egyrészt ez lehetetlen, másrészt meg nem is érdekel minket igazán, mert nem ez a verselemzésünknek a célja. Tehát nem tudjuk, mire gondolt a költő, és nem is érdekel minket nagyon, legalábbis. Aztán a másik fontos dolog a lírai énnel kapcsolatban, hogy a lírai én az nem egy valós személy, az nem egy fizikailag létező, élő ember, hanem a lírai én az egy nyelvi konstrukció. Ez nagyon bonyolultan hangzik, pedig nem annyira az. A lírai én az a vers szövege alapján jön létre. Tehát azt az olvasó, a befogadó hozza létre a vers szövege alapján, illetve a saját előzetes ismeretei alapján, ebből a kettőből jön létre a lírai én. Ebből adódóan
semmi értelme nincs minden egyes olvasott verset felfűzni szépen az életrajzra, és egyenes megfeleléseket hozni a kettő között. Nyilván van, lehet, nem mindig van, lehet összefüggés egy szerzőnek az életútja vele történtek között, de egyenlőségjel semmiképpen nincs a kettő között. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy amikor szomorú a költő, akkor szomorú verseket ír, és azért szomorú a vers, mert a költő is szomorú volt, vagy valami rossz dolog történt vele, ha meg vidám verseket írt, akkor biztosan valami vidám dolog történt vele. Ennél sokkal komplexebb a dolog. És ismét hangsúlyozom, hogy nem az az elsődlegesen fontos számunkra, hogy a költőnek a fejében mi volt. Elég például Petőfire gondolni, akinek ezért van egy nagyon karakteres költői személyisége, tehát az ő verseinek a többségében nagyon jól leírható líraién, egy ilyen felnagyított, profetikus líraién jelenik meg, de ugyanakkor ott van a felhők ciklus, amiben egy tök másfajta líraén szólal meg, pedig mind a kettőt ugyanez a Petőfi írta, aki született Kiskörösön 1823. január 1-én, stb. 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 Tehát ez nagyon fontos, hogy a líraén az nem egy valós személy, hanem egy nyelvi konstrukció, ami a befogadásban, az olvasásban jön létre. Ebből adódik az, hogy a verselemzés az tulajdonképpen nem egy passzív folyamat, legalábbis ha jól csinálod. Nyilván nem szólhatok bele az életedbe, megcsinálhatod azt is, hogy bemagolsz minden egyes verselemzést a tankönyvből, vagy a tanárod órai előadása alapján, és akkor azzal le is tudod a dolgot, de egyrészt ez nagyon macerás, másrészt meg olyan sok értelme nincsen. Hiszen érdekes dolog megismerni mondjuk egy irodalomtörténésznek, vagy az irodalomtörténészek sorának az értelmezéseit. Nyilván ezek nagyon tanulságosak, hiszen ezt nagyon művelt és nagyon iskolázott emberek írták, és általában nagyon érdekes értelmezéseket adnak. De ha ezeket nem gondolod tovább, akkor bemagolni olyan sok értelme nincsen. És nem is ez a célja a verselemzés tanításának. Nem azért tanítunk verseket és versek elemzését magyar órán, hogy ezeket úgy belerakjuk a fejetekbe, és akkor az ott legyen egy ilyen munícióként, amit soha semmire nem használtok, legalábbis én nem ezért tanítok verselemzést, bár a műveltség az nyilván egy fontos dolog, de a halott műveltség az nem sokat ér. A valódi célja a verselemzéseknek az az, hogy azt a képességet elsajátítassuk a diákjainkkal, hogy önállóan is képesek legyenek verseket elemezni. És ehhez bizony olyan készségek szükségesek, amelyeket a 21. században kulcskompetenciáként szoktak emlegetni, ilyen például a kritikai gondolkodás, a kreativitás, és nyilván kell a lexikai tudás is, hiszen hogyha nincsen lexikai tudásod, akkor sokkal kevesebbet mond neked ez a szöveg. Hiszen egy irodalmi szöveg sem vákumban születik, hanem más szövegek köré íródik, egy adott történelmi korszakban íródik, egy adott stílustörténeti trendbe íródik vele, és minél többet tudsz ezektől, annál több jelentése lesz, annál több rétege lesz egy adott irodalmi szövegnek. Tehát a verselemzés az nagyon is egy alkotó, aktív folyamat, legalábbis, ha jól csinálják. Na de miután nagyon szépen elmondtam, hogy mi minden nem a líraén, próbálok néhány pozitív állítást is tenni azzal kapcsolatban, hogy mi igen. Sokat törtem a fejemet, hogy hogyan lehetne ezt érthető módon plasztikusan elmagyarázni, és akkor beugrott nekem a stand-up comedy. Tehát, hogy picit a líraién is olyan, mint a stand-up komikusoknak a színpadi perszónái. És direkt azért tettem ide Dave Chappelle-t, mert ő egy nagyon-nagyon ellentmondásos, nagyon sok botrányt kavaró színpadi figura, az ő színpadi perszónája egy nagyon konfrontatív, nagyon erőteljesen fogalmazó, nagyon polgárpukkasztó valaki. Ugyanakkor, ha megnézitek valamilyen más műsorban, ahol például interjút készítenek vele, vagy másmilyen módon nyilatkozik meg, akkor egy egészen más Dave Chappelle-t láttok. Tehát a stand-up comedy szerintem azért jó példa, mert a stand-up komikus az nem egy színész, tehát az nem egy felvett szerepet játszik, a jó stand-up komikus az hiteles, az saját magát adja. Van egy hiteles, nagyon karakteres identitása. Ugyanakkor mégiscsak egy más embert látunk fönt a színpadon, mint a hétköznapi embert. Tehát mégiscsak egy megalkotott személyiségről van szó. A persona az nagyjából azt jelenti, hogy egy megalkotott személyiség,
És a színpadon lévő stand-up komikus is egy ilyen megalkotott személyiség. És picit a lírai én is ilyen. Ja, és azért is jó példa a stand-up comedy, mert az egy nagyon kitárulkozó műfaj. Tehát ebből a szempontból nagyon hasonlít a lírára, hogy ott azért eltérő mértékben, de azért mégiscsak a saját érzelmeit, a saját életét, a saját mindenféle történéseit viszi ki az emberek közé a stand-up komikus, és ebből a szempontból tulajdonképpen nagyon is hasonlít a lírára. Tehát a lírai én is egy kicsit olyan, mint egy perszóna, egy versben megalkotott perszóna, ami abban a versben olyan, amilyen, sokszor nyilván hasonlít az adott szerzőnek a más verseiben megszólaló perszónához, de azért az mégiscsak mégsem egyenlő ugyanazzal az emberrel, akit egyébként az irodalomtörténet könyvekből ismerünk. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy volt alkalmam beszélgetni stand-up komikussal, mondjuk nem a Dave Chappellel, de mondjuk egy ilyen nagyon híres magyar stand-up komikussal. Ezért személyesen is megtapasztaltam, hogy más, egyszerűen más személyiség az, aki velem szemtől szemben beszélget, mint az, aki a színpadon van. Tehát valami ilyesmi talán a lírai én.